Az axiomát már szemléztem korábban. A ritka kivételtől eltekintve magát gondolkodónak kiadó, de félreinformált fércanyagok tömkelegét gyártó áltudományos hülyeség. Az amerikai Prager University magyar koppintása, amit a kormány adófizetői pénzből tart fenn. Amikor megláttam a jelenlegi célpontom thumbnailjét, úgy éreztem, megszólított engem. A kamutudományokat félig a zsáneremnek tekintem, és pont az axióma is gyárt kamutudományt eleget. A miért uralta el az őrület az egyetemeket cím figyelemfelkeltés céljából túlzottan általánosít, a videó alapvetően az autoriter baloldal előretöréséről beszél amerikai egyetemeken. Vágjunk bele! Tudtad, hogy Adolf Hitler Mein Kampfjának egy feminista módra átír részletét közölte az Affilia nevű folyóirat? Egy másik, Gender, Place and Culture nevű tudományos labban pedig gond nélkül megjelenhetett egy tanulmány, amelyben azt állították, hogy a kutyák is részei a nemi erőszak kultúrájának. Egy elég bonyolult témát próbál az úriember hívó szavakra redukálni, szóval maradjatok velem, megpróbálom időhatékonyan kibogozni. Ezek a kamu cikkek valóban megtörtént esetek, sőt nevük is van, Grievance Studies, magyarul kb. Sérelmi tanulmányok. Ez egy vicc projekt volt 2017 és 2018 között, amikor három amerikai szerző, James A. Lindsay, Helen Pluckrose és Peter Bogosian összesen 20 teljesen értelmetlen cikket írt és elküldtek különböző folyóiratoknak, ezekből összesen 4 jelent meg. Pluckrose alapján a sérelmi tanulmányok olyan területekkel foglalkoznak, ahol a sérelem tényéből indulnak ki, és ehhez igazítják az elméleteket. Ilyen területnek nevezték meg a posztkoloniális elméletet, ez a gyarmatosítás hatásaival foglalkozik, a gender tanulmányokat, a kritikai rasszelméletet, az interszekcionális feminizmust, ami szerint a nemi és más alapú elnyomás kölcsönhatásba tud kerülni, és a kövérség tanulmányokat. A szerzők a kamucikkekkel azt akarták bizonyítani, hogy ezeken a területeken csak is az adott csoport elleni sérelem bizonyítása a lényeg, hogy miből következtetnek arra, hogy ez a sérelem meg is történt, az már lényegtelen. Az egész ügy amúgy valóban nagyon szórakoztató, csak egy nagy bökkenő van bele, nem bizonyítják azt, amit bizonyítani akartak. Sokkal inkább arra hívták fel a figyelmet, hogy egyetemi oktatók publikációs kényszere megteremti a kínálatot, és olyan kétes minőségű lapok jönnek létre, amelyeknél nem igazán ellenőrzik a bejött cikkek minőségét. A videóban említett Affilia és a Gender, Place and Culture is hasonló lapok az egy körüli impact faktorral, azaz idézettségi mutatóval. Így inkább a lapok gyenge minőségét bizonyították, nem a tudományterületek megbízhatatlanságát. Sajnos ez nem vicc, és a történet Karl Marx-szal kezdődik. Akik megélték a kommunizmust, gyakran csodálkoznak rá arra, hogy amit ma nyugaton látnak, az ismerős nekik, és ez nem véletlen. Persze az elvtársak már nem küldik érted a fekete autót, csak egyre kellemetlenebbé teszik az életed, ha mondjuk nem ülsz fel a gender vonatra. Létezik amúgy a nyugati akadémiai életen belül tényleges túlkapás, de ezt is összefüggésbe kellene helyezni, amit szerzőnk nem tesz meg. Minden esetre a kormány jelenlegi új marxistázós és LMBTQ ellenes uszításába jól beleillik ez a narratíva. Ez Rod Dreher amerikai író szerint már nem a kemény Orwelli verzió, hanem inkább a szép új világ, puha totalitarizmusa. Rod Dreher pedig szintén jól beleillik. Egyik legnagyobb visszatérő lózungja, amit Benedikt opciónak hív, hogy a keresztényeknek szegregálnia kellene magukat az egyre romló társadalomtól, amelyben melegek házasodhatnak és egyre távolabb kerülnek a keresztény értékektől. Gratula! Ez azért van így, mert több meghatározó nyugati egyetem bölcsészkarán tovább élt a kommunista ideológia, ami kamutudományok egész sorává fejlődött. Na már most lehet utálni a marxizmust, én is iszonyatosan destruktív, a megoldásokat nélkülöző eszmerendszernek tartom. De azt nem lehet elvitatni, hogy igencsak befolyásos ideológia napjainkban is, amit társadalomtudományi területeken természetesen vizsgálni kell. A legismertebbek a gender és queer tanulmányok, amelyek nemi identitásokat találnak ki. Egyes tudományterületek valóban alapoznak a marxizmusra, például a feminizmus eredeti nemek közti harca erősen merít a marxista osztályharc elméletéből, ahogy a patriarchátus fogalma is sok átfedést mutat a burzsóáziával. Sok részüket én is igencsak szkeptikus szemmel nézem, de az erős túlzás, hogy megragadtak volna a marxista szövegek mondandójánál, hogy ne lépték volna azt esetleg túl, értékeset adva a világnak. De a leggonoszabb mindközül a kritikai rasszelmélet. Ez ugyanis rasszok harcaként értelmezi a társadalmat, és érdekes módon mindenhol arra a következtetésre jut, hogy a fehérek elnyomják a nem fehéreket. Vagy ha ilyet nem talál, hát oda képzeli, és eladja tudománynak. Puh,
Hú, okés. Az axióma habzó szája helyett először is egy definíció. A kritikus rasszelmélet egy olyan széles társadalomtudományokból merítkező terület, ami azt tanulmányozza, hogy bizonyos intézményi struktúrák hogy befolyásolnak különböző rasszú embereket. A gondolatmenet szerint azzal, hogy azonosítani tudjuk azokat a struktúrákat, amelyek rasszizmust szülnek, akkor ezen struktúrák megváltoztatásával rasszizmust magát is befolyásolni tudjuk. Történelem szemléletünket narratívák által vizsgálja, mint egy alátámasztja a történelmet a győztesek írják állítást. A kritikus rasszelmélet hangsúlyosan Amerika központú, szóval a történelmileg fehérek által intézményi uralom az így volt. Ez történelmi tény. De nem kell nagyon messzire menni magyarországi alkalmazáshoz, ha azt vesszük, hogy a jelenlegi magyar kormány milyen intézményi módszerekkel kezeli például a romákat. Nem vagyok meggyőződve róla, hogy a kritikai rasszelmélet a legjobb elméleti keretet adja a rasszizmus problémájának megoldására, de alapvetései nem a leggonoszabbak. Fair, ami fair, az is igaz, hogy az utóbbi években a woke intolerancia mértéke, főleg a liberális egyetemisták körében igen durva mértékben megugrott. Hollandiában például engem szexistának neveztek, mert amellett érveltem, hogy férfiak és nők biológiai különbségeik miatt tényleg külön kell, hogy megmérkőzzenek a fizikai sportok többségében. A velem szemben ülő társaság lesújtó tekintettel nézett rám, mert szerintük ez is csak a társadalmi neveltetés kérdése. A cancel culture és egy létező jelenség, autoritár rendszerek használják, és bár Amerikában ezt valóban a baloldallal társítják össze, magyarországi autokraták is előszeretettel használják, gondoljatok csak Rutka János vagy Kárpáti János példájára. Robin DiAngelo és Ibram X. Kendi a mai legnevesebb amerikai szereplők, akik pont a kritikai rasszelmélet társterületeiről jönnek, és igencsak autoritár módon kezelik ezt az elméletet. Mindketten egyetemi háttérrel rendelkeznek, és bestseller könyveket írnak. Bár a két szerző más területet céloz meg, a tudományt a fehér ördögök művének tekintik, akik átírták a megismerés módját saját rasszuk szerint, és totális, aki nem velünk van, ellenünk van retorikát alkalmaznak. Kendi szerint minden olyan eljárás, legyen az akár a névtelen, standardizált teszt, ami nem javít a rasszok közti állapotokon, az maga is rasszista. DiAngelo például olyat is állít, hogy it is not possible to avoid being socialized into a racist worldview if you're white. Okay. Itt jön ki a címben is említett szalmabábharc. Ahhoz, hogy a másik oldal ellen pontokat lehessen szerezni, azok legextrémebb példáival kell előrukkolni, még akkor is, ha a magyar Prager University utánzat tájékozatlanságában le van maradva, hogy ki is a jó célpont. Tessék, axióma, most megadtam nektek szívesen. Az axióma videójának címe nem társadalomtudományi szakokon való terjedésről ír, hanem őrületről beszél és egyetemekről. Azt sem említi meg, hogy amerikai egyetemekről van szó, ugyanis a magyar egyetemek ebben is le vannak maradva külföldi társaiktól. Ez a szalmabáb készítés valahonnan ismerős. Másodszor, támogatja-e ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek? Na ennyit erről, a videó maradékában hasonlóan félre magyarázva mondja el azt, amit én most kénytelen voltam a kritikai rasszelmélettel kapcsolatban összefoglalni. Ha érdekelt, nyugodtan csekkoljátok le, link alul. Kohán Mátyás az axiómát. Szerintem az senkit nem lepett meg, hogy az egyik kormánymédia munkatársa jelenik meg egy másik kormánymédiában. Azért remélem, hogy a pillanatragasztót sikerült eltávolítani. Arra is fogadni mernék, hogy a már említett Prager University által feltöltött témájában az axiómával majdnem megegyező Jordan Peterson videó, illetve egy sérelmi tanulmányos összefoglalón kívül uraságunk nem igazán tájékozódott jobban a témában, hogyha igen, akkor nem látszik rajta. Van egy kis igazság magva annak, amit azért mond, de összetett témákról ilyen otromba egyszerűsítéssel, szalmabábnak állítva beszélni szerintem elég őszintétlen. Propagandaként viszont a kormány hasonló nyugatellenes, új marxistázós üzenetének tolására kiválóan alkalmas. A baloldali tekintélyelvű retorikát sem védem. Az identitáspolitika oldaltól függetlenül alapjaiban véve toxikus. A marxista elvek valóban divatosak lettek, és ez Amerikában tényleg látszik, főleg a fiatalok körében. Jól mutatja ezt, hogy Alexandra Ocasio-Cortez vagy Bernie Sanders népszerűsége a fiatalok körében igen magas. Viszont még ott is egyelőre nagyobb probléma a trumpista populizmus. Magyarországon még egyoldalúbb a helyzet a mindent uraló kormány populizmusa miatt. A
fiatalság újdonsült marxizmusát Magyarországon is tetten lehet érni, bár a magyar egyetemek itt is le vannak maradva, és inkább csak a társadalomtudományi karokra szűkül ez le. Médiában a Mérce vagy a Partizán egyes megszólalásában tetten lehet érni. Gulyás Márton például több mint egy órán keresztül szélsőbalos elméleteket tálal infóként, és úgy címkézi neoliberális fordulatnak Thatcher és Reagan politikáját, hogy szót sem ejt az akkoriban zajló stagflációról. Másik videóban úgy dicséri Covid kommunistának Bident a járvány alatti osztogatások miatt, hogy szót sem ejt arról, hogy az államadóság gazdasági értelemben hogyan változott az utóbbi pár évben. Ez így igencsak félrevezető. Marxista hobbilabát még a Pegasus botrány összefoglaló videójában is meglovagolja. Ez nem magyar jelenség, hanem világtendencia, a kapitalizmus velejárója. Ugyanis a felhalmozás, illetve a kizsákmányolás fenntartásának érdekében az egyenlőtlenségeket folyamatosan növelni kell. Az olykori marxizmus leszámítva persze a Partizán igen fontos munkát végez el, ami jót tesz a jelenlegi kormány által sanyargatott demokrácia látszatnak. De ahogy az amerikai autoriter baloldal előretörését is érdemes figyelni, a magyar autoriter baloldallal is érdemes tisztában lenni. Tekintélyelvűség nagyon sok ideológiában előfordul. Cancel culture-től és a szólásszabadság korlát kezdve, akár a durvábbakig is. Magyarországon magukat jobboldalinak nevező populista autokraták vannak hatalmon, szóval először velük kell foglalkozni. Egyik szélsőség riogatása, hogy a másik szélsőség előretör, viszont egy fekete-fehér dilemma. Nem szabad cseberből vederbe kerülni. Az egyiktől való félelem nem teszi jóvá a másikat. Mindkét szélsőséget el kell utasítani.